Sziasztok! Napsütéses napot kívánok nektek! Ezúttal a fürdőszobából jelentkezem, méghozzá egy olyan témával, amivel eddig még sosem foglalkoztam, videón egyáltalán nem, és a blogon is csak egy-két mondat erejéig. Ez a téma pedig a dezodor. Most viszont eljutottunk arra a pontra, amikor is változtatnunk. 3 évvel ezelőtt, amikor írtam róla egy pár gondolatot, akkor még csak annyi volt, hogy a férjemnek van egy megszokott márkájú gél állagú dezodorja, amit nagyon szeret. Nekem volt akkor egy másik fajta stiftem, amit szintén évekig használtam. Kellett? Igazából nem kellett, mert megtehettem volna, hogy ugyanúgy élünk dezodorügyben tovább, mint eddig, azaz megveszünk azt a megszokott, bár nem feltétlenül a legegészségesebb, és nem, semmiképpen nem csomagolás nélküli, csomagolásmentes változatot, amit eddig is használtunk. De az eset az úgy esett tulajdonképpen, hogy a férjem használta a dezodorját, a megszokottat, ami az ki nem fogyott. Ez hétvégére esett. Mondhatnám azt is, hogy nem voltunk elég tudatosak, és nem gondolkodtunk előre, hogy be kellene szerezni, meg kéne venni az újat. De valahol én ezt szerencsének is érzem, hiszen ez vezette rá őt is, hogy változtassunk. Én már az elmúlt hónapokban próbálkoztam különféle dezodorokkal, ezt majd meg fogom mutatni. A férjem viszont most jutott el arra a pontra, hogy mivel hétvégére kifogyott a megszokott dezodorja, ezért kipróbálta azt, amit éppen talált. Meglepődve tapasztalta, hogy működik. Egyáltalán nem büdösödött tőle, és bár az izzadság mennyiség nem csökkent, hiszen ugye ezeknek a dezodoroknak nem az a célja, hogy az izzadságot megszüntesse, hanem a kellemetlen szagoktól mentesítsen. Lepődve tapasztalta, hogy működik. De egy picit ugorjunk vissza az időben. Honnan is indult ez az egész dezodor mizéria, és hol, milyen utakat járt be, és hol tartunk most. Úgyhogy egy picit a történelemről fogok egy pár gondolat erejéig beszélni. Ezt egyébként kicsit részletesebben a blogon, a cikkemben le is írtam. Ezt lent egyébként a kommentekben a linket megtaláljátok, úgyhogy meg tudjátok nézni. Az izzadsággal együtt járó kellemetlen szagok problémája, ez nem mostani dolog, nem új keletű történet. Ezt igazából már az ókori nagy birodalmak is problémásnak érezték. Egészen a kezdetekig, ha visszamegyünk, akkor az ókori egyiptomiak voltak azok, akik első körben foglalkoztak, legalábbis a feljegyzések szerint foglalkoztak az izzadásból eredő kellemetlen szagok problémájával. Ők ezt akkor még úgy próbálták megoldani, hogy különféle illóolajokat használtak, sőt, hónajuk alá citromot szorítva próbálták a kellemetlen szagokat eltüntetni, vagy legalábbis elfedni. Az illóolajok használatára csak egy bizonyos kiváltságos körnek volt lehetőség, ugyanis nem volt olcsó dolog, nem volt egyszerű beszerezni. Egyébként ők jöttek rá arra is, hogy a szőrtelenítés nagy mértékben csökkenti a kellemetlen szagok kialakulását. Úgyhogy ők kezdték el a hónap szőrzetüket is eltávolítani. Ezen kívül párhuzamosan az ókori keleten szintén megvolt a módszer a kellemetlen szagok eltüntetésének vagy elfedésének. Ázsiában abban az időben sókristályt használtak. Hogyha tovább megyünk a korban, akkor eljutunk a középkorba, ami ebből a szempontból is nevezhetünk jogosan sötét középkornak, ugyanis itt az egyház a meztelenkedést azt egyértelműen elutasította. Innentől kezdve a mosakodás, ami meztelenkedéssel jár, vagy legalábbis lazább öltözékkel jár, ezt szintén elutasította az egyház, nem fogadta el. Ennek megfelelően az egész társadalom úgy állt hozzá, hogy a fürdést azt hanyagolták. A mosakodás, a fürdés az kizárólag orvosi céllal volt csak elfogadott, mivel hogy a teljes társadalom elutasította, illetve nem támogatta a mosakodást, a szagok így még kellemetlenebbek tudtak lenni. Gyakorlatilag a sötét középkor nem csak sötét volt, hanem szagos is. Ugrunk egy nagyobbat az időben, míg eljutunk abba az időszakba, amikor az Amerikai Egyesült Államokban az 1800-as évek végén megjelent egy márka, egy dezodor márka, amely kimondottan az izzadság gátlást tette alapul. Régebben lehetett kapni, viszonylag kényelmetlen volt a használata, ráadásul eléggé ragacsos volt maga az egész termék a viasztartalma miatt. Ezt megelőzően egyedül igazából a szappan volt az, ami
megoldást jelenthetett a társaszakoknak az eltüntetésére, hiszen a tisztálkodás az nagyban hozzájárult ahhoz, hogy az izzadság ne kezdjen el bomlani a testünkön, ne kezdjenek elszaporodni a baktériumok, amik okozzák egyébként a kellemetlen szagokat. Ahogy említettem, az 1800-as évek végén Amerikában jelent meg először kimondottan izzadsággátlás, illetve a testszagok eltüntetését célzó dezodor. Nem nagyon szerették az emberek, mert használta, kicsit macerás volt a viasz, az nehezen volt eltávolítható mind a testről, mind a kézről, ahogy használták. Tehát nagyon nagy sikert ez nem aratott, de ez a termék, ez már kimondottan izzadsággátlás szolgálta. 1900-as évek elején már a tudósok nagyjából látták, hogy mi okozza a kellemetlen testszagot. És innentől kezdve a dezodoroknak a mechanizmusa úgy lett kitalálva, úgy találták ki őket, hogy ezeket az okokat tudja kezelni. Két irányban alakultak ki dezodorok. Az egyik irány, amikor magát a baktériumokat pusztítja el az a szer, amit használunk izzadsággátlásnak, a másik pedig, hogy magát az izzadást, mint folyamatot szünteti meg, vagy legalábbis csökkenti annak az intenzitását. Az első módszer az rendben van, nincsen egészségügyi problémája. Viszont a második módszer az már problémásabb, hiszen az izzadás az egy teljesen természetes biológiai folyamat, amit nem túl célszerű megváltoztatni, vagy legalábbis csökkenteni, hiszen az a tisztulási folyamat, ami az izzadás révén a szervezetben lezajlik, az egy természetes dolog, és ennek nem jó gátat szabni. Izzadás megszüntetésére, illetve ezeknek a baktériumoknak a megszüntetésére, vagy szaporodásának a megállítására fejlesztették ki a kutatók azt a típusú izzadsággátlót, amely alumíniumot tartalmaz. Egész pontosan az alumínium kloridot tartalmazzák azok az izzadsággátlók, amelyek magát az izzadást hivatottak csökkenteni. Amikor egy dezodort megvásárolunk, akkor mindenképpen érdemes megnézni, hogy milyen összetevői vannak, mert ha bár nem tartalmazzák már ezek az alumínium klorid összetevőt, amiről ugye igazoltan kiderült, hogy káros hatása van a szervezetre, az egészségre, de azért tartalmazhatnak olyan összetevőket, ami nem feltétlenül természetes anyag. Ha hulladék csökkentést veszük alapul, akkor ráadásul ezek a dezodorok, amiket boltokban, üzletekben meg lehet vásárolni, ezek többnyire olyan műanyag csomagolásban vannak, amit én a magam részéről nem is szívesen használnék. Ezért folyamatosan keresem már évek óta a megoldást. Ugye, mint a videó elején is említettem, nem nagyon találtam sokáig, még nem, egy pár hónappal ezelőtt kaptam egy ismerőstől egyfajta krémdezodort, ami kicsit ilyen zsíros alapú, mindjárt meg is mutatom. Ilyen kis cuki flakonba van rakva, igaz, műanyag flakonba. Tartalmának a nagy részét azt átraktam egy másik kezelhetőbb tégelybe, ezt is majd mindjárt meg fogom mutatni. Amikor nyár van, akkor nincsen semmi gond, hiszen hogyha ilyen kis újatlan fölsőben vagyunk, akkor nem okoz problémát, hogy zsírosabban bőrünk ettől a dezodortól. Viszont amikor hosszú ujjú ruhában vagyunk, akkor sajnos ez foltot hagy. Úgyhogy igazából ezt a dezodort, bár szagtalanítása nagyon jól működött, nem tudtam igazán megszeretni. Van egy másik fajta, amit kipróbáltam, szintén ajándékba kaptam. Ez teljesen más jellegű. Erről az üvegtégelyes dezodorról van szó. Ez egyébként a Napvirág manufaktúrának a terméke. Nagyon érdekes egyébként ez a krém. Meglepően kellemes használni. Ez a fehér krém, amikor még rákelem az ujjamra, akkor tényleg olyan, mint egy fehér krém. Tehát semmi különöset nem mutat. Viszont mihelyt a kezemen vagy a bőrömön elkenem, onnantól kezdve puderszerű felületet ad. Semmilyen zsíros hatása nincsen, nagyon-nagyon kellemes használni. Ugyanaz a módszer, mint a másiknál, szimplán a bőrünkre kell kenni. Finom, nagyon finom citromos illata van egyébként, nagyon szeretem az illatát is. Parfüm mellé nem is feltétlenül szükséges. Tehát ez az a másik dezodor, amit én nagyon meg tudtam szeretni. Ez egy üvegtégelyes ráadásul, úgyhogy mindenképp jobban illeszkedik a hulladékcsökkentett életmódomban, mint a műanyag flakonos. De jött a probléma, amivel ugye a férjem is szembesült, hogy neki ez az ujjal kenegetős módszer, ez nem vált be, ez neki nem működik, nem szereti.
kerestem mindenféle flakonokat, ami szétszedhető. Találtam olyan flakont, ami golyós dezodornak való. Nagyon egyszerű, szét lehet pattintani a kupakját, és innentől kezdve megtölthető. Golyós dezodort még nem készítettem, előbb-utóbb azt hiszem, hogy ki fogom próbálni. Aztán van egy másik fajta, ami viszont stiftes dezodornak való. Szintén szét lehet szedni, szét lehet pattintani, és stiftet lehet beletenni. A jelenlegi dezodorok, amiket én ismerek, és amikkel találkoztam, és a hulladékcsökkentés életmódba beleférnek, azok mind vagy túl folyékonyak, vagy melegre elfolyósodnak, de semmiképpen nem tudom belerakni ebbe a stift formába, ahhoz sokkal szilárdabbnak kéne lennie, és szilárdabbnak kéne maradnia akkor is, hogyha meleg van. Ami viszont ehhez a két krémdezodorhoz tökéletesen bevált, és először nem gondoltam volna, hogy működni fog, de működik, azok a flakonok, amiket a férjem használt korábban dezodornak. Ezek a flakonok bár nehezen, de szétpattinthatóak. És innentől kezdve megoldódott a probléma, ugyanis ez a típus, ez olyan, hogy krém, illetve zselé volt benne, nagyon kényelmesen kezelhető és teljesen jól működik. És hát persze a férjem igényét is tökéletesen kielégít innentől kezdve. Tulajdonképpen eljutottunk oda, hogy az elmúlt közel 4 év alatt nem tudtunk lemondani, nem tudtunk váltani azokról a dezodorokról, amiket korábban használtunk. És eltelt közel 4 év, amikor hirtelen, véletlenül belefutottunk egy olyan megoldásba, ami működik, ami mindannyiunk számára megfelel. Ezzel csak azt szeretném mondani, hogy ha első körben bármilyen hulladékcsökkentési alternatív megoldást, hogyha találkoztok, és úgy érzitek, hogy ez nagyon-nagyon kívül esik a komfortzónán, és ez nagyon nem fog működni, akkor egy kicsit időre félre kell tenni. Olyannal kell próbálkozni, olyan megoldásokat kell keresni más területén a háztartásnak, vagy az életünknek, ami viszont sikerélményt ad, amivel tovább tudunk lendülni. És meg fogjátok látni, hogy előbb-utóbb minden egyes élethelyzetre meg fogjátok tudni találni azt a megoldást, ami egy jelentősen hulladékcsökkentettebb életmód felé fog vinni benneteket, egy jóval környezettudatosabb életmód felé. Tehát igazság szerint nem kell megijedni attól, hogy mondjuk valakinek nem működik még a fogkrémkészítés, vagy nem talál olyan fogkefét, ami beleillene az ő életvitelébe. Nem kell megijedni attól, hogy most a tisztítószereknél még a bolti mosószert használja, vagy a bolti tisztítószereket, mert előbb-utóbb ez az életmód, ha ezt életmódként kezelitek, akkor egy olyan körforgásba tud belevinni, hogy folyamatosan, szinte már akaratlanul is keresitek majd a megoldásokat az újabb és újabb helyzetekre, amikkel az életetek során, a hétköznapok során találkoztok. Így voltunk mi is a dezodorral, hogy soha nem vetettem el az alternatív megoldásokat, volt, amiket kipróbáltam, volt, amiket nem. Azzal, hogy sikerült váltanunk a dezodorok terén, ahhoz nekünk hosszú idő kellett, míg megtaláltuk azt a terméket, azt az összetételű anyagot, ami tudta hozni azt az érzést, az izzadság, gátlás, illetve a testszagok eltüntetése területén, amit mi elvárunk egy ilyen terméktől. Mostanra eljutottunk idáig, úgyhogy mostantól már nincsen akadálya, hogy ezt használjuk a jövőben is. Bár hosszú út volt, de megérte. A dezodorokról most ennyit szerettem volna nektek mondani. Remélem, hogy tudtam segíteni, és kicsit tudtam megoldást is mutatni azoknak, akik hasonlóan jártak, mint mi. Remélem, hogy tetszett ez az egész információhalmaz. Hogyha picit részletesebben szeretnétek, akkor természetesen a blogon elértek, illetve bármilyen kérdés, hogyha van, akkor örömmel válaszolok. A következő videóban tervezem, hogy egy régi videót, méghozzá a kézi folyékony mosogatószer készítését kicsit aktualizálom, kicsit frissítem, mert már a mosogatószernek az elkészítése is kicsit egyszerűsödött, úgyhogy érdemes lesz visszatérnetek, és remélem, hogy pár héten belül annak a videónak is el tudom készíteni a végső változatát. Köszönöm, hogyha velem tartotok, köszönöm, hogyha megnézitek a videóimat, és köszönöm, hogyha tovább is adjátok másnak. Sziasztok, örülök, hogy itt voltatok velem!